Szevasztok, drága barátaim! 2016. december 27-e van, ma ejtjük meg az utolsó helyi túránkat. Tolna megyében vagyunk Dunakömlődön, Budapesttől 100 km-re délre, Dunaújvárostól kb. 35 km-re délre és Pakstól kb. 5-6 km-re északra. Itt fogjuk felfedezni Luzuniumot, ami nem más, mint egy ókori római erőd, ezt fogjuk megnézni mai túránkon, majd pedig ezután el fogunk menni egészen Paksig. Minden másra majd útközben, hát tartsatok ma is velünk, gyerünk utána mindenki. Tehát, mint mondottam, itt vagyunk Dunakömlődön, amely nem önálló település, hanem Paksnak a része, lényegében egy város része. Körülbelül 1300-an lakják, és körülbelül a hatos út mellett, hát nem körülbelül, hanem a hatos út mellett vagyunk, Budapesttől körülbelül 100 km-re délre. És ugye, mint mondottam, Dunaújvárostól meg nagyjából 35 km-re délre. Hát fő nevezetessége ez a templom, ha jól tudom, Szent Imre templom névre hallgat, és ez a római kori erőd, Luzunium, hát oda fogunk most fölmenni. Igazából van erre egy jelzett turista út, de nem nagyon fogjuk használni, hanem majd a fönt a magaslaton az utakon fogunk elmenni Paksra. Hát fölkészültünk, úgyhogy térkép nélkül vagyunk, de bízunk abban, hogy nem fogunk eltévedni. Tehát akkor innen fölmegyünk a Luzuniumba, és majd arról most fogok mesélni, hát akkor gyerünk. Nagyon jó az idő. Hát máma igazából a hármas határhelyre mentünk volna, de ugye az a borikáék, írtózatosan nagy szélvihart mondtak, főleg Pest megyére. Hát itt Tolna megyében most jelenleg szélcsend van, és vígan süt a nap. Hát akkor gyerünk. Hát itt vagyunk a hatos út mellett, Dunakömlődön, és hát meglepetésemre mégis vannak turista jelek, és jól tájékoztató táblák, tehát megfelelő tájékoztatást adó táblák. És ez a piros háromszög fog fölvezetni Luzuniumhoz. Hát igazából én mikor kutakodtam itt az interneten, ezután a dolog után ott nem jelzett semmiféle turista jelet, csak a piros sávot. Hát sose ér ilyen nagyobb baj minket, örülünk, hogy van valami jel, és akkor ez az út vezet fel. Tehát ha eljöttök ide, nincs más dolgotok, mint a piros háromszöget követni, amely most elvisze ez az ókori romhoz. Akkor menjünk fel. És akkor fel is értünk Luzuniumhoz. Íme. Hát ez egy római kori erőd volt. Azt mondják, hogy időszámításunk után az első század végén és a második század eleje körül épülhetett. És a feltárása még a mai napig is folyik. Bocsánat, de kicsit kölgök. Még elmondom az ide látogatóknak, ugye itt van lent a bejárat. Zárva van a kapu, de hát amint látjátok, mi is bejöttünk. Nem kell másnál, a kapu mellett be lehet jönni, van egy rész. Nem kerül pénzbe, úgyhogy nyugodtan gyertek be, nem tudom, miért zárták le. Tehát ha erre jöttök, ne adjátok fel a zárva, találjátok a kaput. A kapu mellett be lehet jönni. Ugye, hogy mondok, ömlődött, ott nem van a távolban. Ott is van egy tájékoztató tábla, hát ezek az egész faluban vannak ilyenek, úgy láttam. És akkor itt van az erődnek a bejárata, hát akkor menjünk és nézzük meg közelebbről. És akkor itt vagyunk már az erődben. Gergő már fel is mászott a kapu toronyra. Sok mindent még nem tártak fel. De azért érdemes ide eljönni kirándulni. A kilátás is önmagáért beszél, nagyon jó. Kilátásunk van a mezőföldre. Láttak itt valami római katonai diplomát is, állítólag. 10x13-as lemezeken. Bronz lemezeken.
még veterán katonák által megszerzett diploma szerűséget. És itt van ez a romkert. Ezt az ezredforduló tájéken alakították ki. Hát vannak podok és asztalok, tehát akár kajálhat is itt az ember, úgy gondolja. Mi a provincia határát képező Duna vonalán építették ki ezt az erődöt, hasonlóan, mint Dunaujvárosban intencizált. Ugye ez egy védelmi rendszer volt a Római Birodalomnak. És ugye itt a Dunaparton végig ilyen őrtornyok láncolata volt. Ugye ez a Lizinium, ugye Dunaujvárosban Interciza például. És még ezeken kívül is voltak itt őrtornyok, ahol az itt táborozó katonák szolgáltak és őrizték a határt annak idején. Hát akkor én is fölmegyek, és akkor megnézzük, milyen ott a fentről a világ. Tehát akkor itt vagyunk az őrtoronyban most már, én is feljöttem, és akkor itt van ez a romkerszerűség, ugye, amit 2000 körül alakítottak ki. Hát nagyon-nagyon sok rom nincs itt, de maga a környezet az kellemes. És ugye fönn vagyunk egy fenségszerűségen itt a hatos út fölött. Nem vagyunk túl magasan, hát mennyi lehet? 130 méter? 140 talán. És az per kb, tehát senkit ne ijesszen meg, hogy ide fel kell jönni. Nem egy meredek kaptató. Még itt a könnyek ilyen dimmes, dombos is. Ott alattunk van a Dunakömlödi pincesor. Ugye ott a szőlőföldek. És akkor itt van maga a Dunakömlőd. Ugye ott a templom, ahol voltunk. Szent Imre templom. Ugye itt lehet feljönni, onnan. És akkor itt a kilátás a mezőföldre. Lényegében a mezőföldön vagyunk itt. A mezőföldnek a déli részén, dél-keleti részén. És hát nagyon-nagyon kellemes időnk van. December 27-e ellenére. Ugye, mint mondottam, mai nap a hármas határhegyre akartam menni, a bukaslis testúránkat teljesíteni. Hát olyan Fókusz Hilbert mondtak, hogy elálltunk attól a tervről, és ide jöttünk le. Hát persze, hogy itt nincs nagy cél, ez nem zárja ki azt, hogy odafönt Budapesten, a budai hegyekben nincs éppen viharos szél. Ugye ott alattam meg a hatos útkönyörök. Lényegében itt vagyunk közben a hatos út felett, tehát akár a fővárosból is jöttek itt nyugodtan. Nem egy nagy vasszis, de azért a sét ide feljönni. Ha éppen mentek valamire délfelé, érdemes itt megállni. Hát ez az új toronyszerűség, ez a kapu, ez meg itt fából van kialakítva. Ilyesmi jellegű. Hát úgy olvastam, hogy az egész erődnek a feltárása még ma is folyik. Hát ahhoz képest azért sok minden nincs felfedezve. Tehát mondjuk itt a dombolt a felsíkon el tudnék képzelni valami ilyen várfala-szerűséget. De mondottam, mondom, így is szép az egész. Kellemes. Itt odalent vannak falak. Hát csak ennyi. A lépcső vezet föl, két oldalt. Hát akkor itt végigmenjünk itt a felsíkon még, és akkor mi be fogunk sétálni majd Paksra. Gergővel, hát nem egy nagy túra. Talán egy 6-7 kilométernek satszolom. Úgyhogy menjünk akkor. Lejöttünk ide a romkertbe. Ott a várkapu, az erődkapu. Tetszik. És vannak itt ilyen tájékoztatást adó táblák,
itt sorba egymás után, hát itt mindent elolvashatunk az Uzunium és a kutatás történetéről is. Hát ilyesmi szerű kis építmények. Hát sajnos megviseltem már az ide, úgy látom. Nagyon szépen süt a nap, tehát az árnyékunk is látszik nagyon jó. És mondom, arra végig vannak ilyen táblák itt középen, és ott a fensínek a végén ott is látok padot, meg asztalt. Hát azt hiszem, ott fogunk reggelizni. Mindjárt. Tehát ez egy ilyen kis fensíkszerűség itt a hatos út felett. Dunakömböld és Paks között. Kellemes hely, hát jó időben még kellemesebb lehet. Akár itt a gyerekek is szaladgálhatnak. Nem mondom, december 27-e van, és nagyon-nagyon király az idő most is. Hát akkor ez volt Luzunium. Ugye lényegében ezért jöttünk, de hát ha már itt vagyunk, akkor túrázunk is, úgyhogy megyünk be Paksra. Itt vagyunk még a fensíkon, Luzuniumba, és hát azért kapcsoltam be a kamerát, hogy mégiscsak romkert a romkert. Itt a fenség végén felfedeztük az ásatásokat. Íme. Hát ez lehetett az erődítménynek valami épülete. Hát éppen a kaszárnya. És nézzük meg ott, hogy mi van. Itt lehetett a bejárat az épületbe, és itt ez valami folyosószerűség akart lenni. Ez pedig, nézzük meg mi itten. Ez lehet a háznak, vagy az erődítménynek a térképe. Gyűjtöm, írom, hogy lusszunk. Nium. És akkor ott van a mik voltak itt, igen, kaputorony, táborfal, katonai kaszárnya, késő római torony, kiserőd, Glimes út. Hát ez meg ilyen. Szóval azt mondom, hogy egy kilándulás megér a dolog. Bárki jön is erre. Jöjjön el és nézze meg. Hát akkor most már tényleg ennyi Luzuniumról, és akkor menjünk Paks irányába. Hát akkor ballagunk Dunakömlödről Paks felé. Itt a domboldalon. És ilyen erre a világ. Szelíd lankás. És már látni a Duna vonalát is. Ott alattunk. Még mindig nagyon-nagyon jó az idő. Bár most már azért halljuk helyenként a szélzúgását. De a szélvihartól még nagyon-nagyon messze vagyunk. Ilyennek a, hát nem is dombság ez talán, de arra hajaz, de ennek a dombság félének nincs itt neve. Ugye Paks és Dunakömlőd vagyunk, között, nem, tehát Paks és Dunakömlőd között vagyunk, Tóna megyében. A lényegében még ez a mezőföld, és itt ilyen hullámos, lankás mezőföldre jellemző táj, viszont ott azon túl már síkvidék van teljesen. Pedig hát még az is ott a mezőföld a távolban. Hát akkor menjünk Paksra. Most abban reménykedünk, hogy itt fönn vagyunk most a dombon, hogy előbb-utóbb lesz egy kilátópontunk a városra is. Ha így lesz, akkor majd mutatom. Na hát akkor az egyre erősödő szélben elértünk egy olyan pontot, ahonnan látjuk Paks városát. Hát remélem látszódik a kamera képén is. Tiszta idő van erre felé, délfelé.
és ott Pakson túl látni a hegyeket, ami szerintünk a Gergővel már az a mecsek lesz. Mint ha a zengő formáját vennénk ki ott a nagyon távolban. Rázomlok, nem tudom, hogy látjátok-e. Teljes maximumra. Ott Pakson túl a hegyek. A jó fenébe, arra. Úgyhogy szerintünk az a mecsek, hát innen, mennyi szexát, 30, 35 onnan még, hát egy 50-esre biztos van pedig. De meggyőződ, hogy az a mecsek lesz, igen. Az 100%, hogy az a mecsek. Hát nem semmi innen látni a mecseket azért. Majd, hogy nem tolnom egy északi részéről. Hát ez nem semmi. Jobban is tetszik nekünk, mint maga Paks, úgyhogy itt a közelben. Ugye Paksot azt egész jól látni. Lankás a táj, mezőföld. Tehát fönn lettünk több mint 100 méteren szerintem. Bár azt olvastam, hogy Paksnak a legmagasabb pontja 103 méter. Még ez, hogy nem mondjam, teljesen Pakson. Úgyhogy már lehet, hogy magasabban vagyunk, és hát tényleg nem semmi látni innen a mecseket. Hát akkor menjünk le a városba. Itt vagyunk Poksatárában. Leengedtek a városba, fiúk? Azt mondják, hogy le. Itt legelésznek. És azok. Letértünk a jelzésre, ugye a piros jelzés vezetett minket. Hát érdemes volt letérni, mert így láttuk a mecseket. Hát itt meg sajnos járatóutunk nincs, de hát azért a városnak körülbelül pár száz méterre van, tehát megpróbálunk valahogy beveszkélni most már a városig. Nem menjünk vissza a jelzésre, mert az már kerülő lesz. Hát akkor gyerünk a Paksra. És akkor most már itt vagyunk Pakson. Egy pici kis templomnál, aminek nem tudom, mi a neve sajnos. Viszont nyitva van. Már itt vagyunk, akkor nézzünk be egy kicsit. Ezért túlánk is van, ez a második templom, amit itt találunk. Ugye az első az Óbányán volt. Az összes többi le volt zárva. Na, legalább be tudtunk ide is tévedni. Sajnos a nevét nem tudom a templomkának. És akkor onnan jöttünk. Hát lényegében itt végződik a piros jelzés, ami Dunakömlődől jön ide. Tudunk a Paksi alássára fölött. Belvárosom még. Csak a Duna fölött még talán látszik a Duna. És akkor megyünk még be a városba. Valami érdekesség lesz, akkor bekapcsoljuk a kamerát természetesen. Haradunk be Paks belvárosába. Ilyen kis takaros, kis szép épületek vannak erre. És hát itt megy az útunk a Dunaparton. Nagyon rálátások, most nagyon szépen kékre Dunára. Igen. És alattunk megy a hatos út, meg a vasútvonal. Hát a vasútvonal sajnos megtévesztő, mert vasúttal már nem érhető el Paks. Így megszűntek az erre járó vonatok. Vasútvonalak. Hát igazán kár érte, ezt mondom. Pedig délre a kilátásunk. És talán nem tudom, hogy látszódni kell a kamerában, de ott vannak az atomerőmű kéményei a távolban. Hát ez Paksi északi része. Ide jutottunk le, hogy jöttünk Dunakömlőt felől. Ide vezetett az utunk. Hát szép hely is. Thank you.
akkor itt vagyunk Pakson, Gárdonyi kilátóval eljöttünk ide, Gergővel. Ami itt van a Duna felett, és hát ezt a kilátást mutatja. Itt a kéklő Duna, nagyon szép kék most. Oda hát az Alföld már, Bacsiskun megye. Itt pedig az atomváros, Paks. És már látszik az atomerőmű is. Sőt, innen is látszik, azt hiszem, a mecsek. Távolban. Hát nem gondoltam volna, hogy Pakson látni a mecseket. De hát jól eső érzéssel tölt el. Oldalán, partján. Alig 20 ezer lakosú Pakson. És hát biztos tudjátok, hogy most 2015. decemberében Paksnak bizony NB1-es labdarúgó csapata is van. Úgyhogy előttünk járnak, tehát Dunaújváros előtt, jócskán. Ez pedig a Gárdonyi kilátó. Egy ilyen sétányszerű kilátó akar lenni. Ugye haj az a Dunaújvárosban a felső Dunapartra, de hát olyan magasan nem vagyunk azért. De mondom, itt legalább a városra is rálátunk, azért nem csak a túlpontra. És akkor még besétálunk oda, akkor még bejebb a városba majd. Ha lesz még valami érdekesség, akkor a kamerát elővesszük, persze, természetesen. Úgyhogy ez volt a Gárdonyi kilátó. És most már itt vagyunk akkor az atomvárosnak a szívében, a belvárosában. Bocsi. Szembe velünk egy szálloda, az a fehér épület. Pedig itt vagyunk egy templom mellett, egy ilyen terasz félén. Ilyen szobrok vannak és a feszület. Alattunk pedig a Városfő utcája van. És akkor, mint mondottam, akkor itt egy nagy templom van, egy katolikus templom. A nevét azt nem tudom sajnos. Ja, ahhoz képest, hogy iparváros, ez a parkset elég sok templom van itt. Épület, meg óvárosi rész is van. Tehát mindenképp megéri, én úgy gondolom, hogy nézzünk ide. Akár akkor is, amikor a hatos úton megyünk el a város mellett. Érdemes benéznünk. És hát december van. Érdekesség, hogy a városon minden szobor le van takarva ilyen nejlomokkal. Nálunk ez Dunaújvárosban nem tapasztalható. Itt viszont az összes szobor le van takarva. A Dunakömbödön is le van takarva, jól emlékszem. Hát ez Paks, tehát ilyen jellege van. Megéri, hogy bejöjjünk. Csak egy kicsit megállni is itt. Hát én akkor meg még egy videó erejéig majd bejelentkezem, összefoglaljuk a túrát, és akkor úgy fejezzük be a filmet. És akkor lassan bezárjuk ezt a filmecskét és ezt a túrát. Paksnak egy parkjában vagyunk. Hát akkor összefoglalnám az eseményeket. Ugye Dunakömlődön szálltunk le a buszról, és mentünk fel először a Szent Imre templomhoz. Majd onnan mentünk át a római kori erődbe, Izuniumba. Izunium már a nevét csattam Gergő, most tudom. Lényegtelen. Szerintem egész jó pofa volt, és akkor onnan gyalogoltunk át ide Paksra, Dombogon keresztül. Egy nagyon látványos útszakaszon, hiszen a mecseket is láttuk. Nem volt egy különösebben nehéz túra, nem gyalogoltunk többet, szerintem 8-9 kilométernél.
és évvégére ez így megtette. Hát ez volt az utolsó helyi túránk, ugye a helyi túránk és a Dunaujváros 30-35-40 km-es közvetében megtelő túrák. Még egy túránk lesz hátra, egy bakancslistás túránk, ugye, ami az ország egyik hegységében lesz, már pedig a Budai hegységben. A 3-6-an helyre fogunk menni. Hát oda mentünk volna máma, tehát megijedtünk a nagy széltől, amit Laza Bori mondott. De hát itt Paks környéken itt nem volt nagy szél, hát nem tudom, hogy Budapesten mi a helyzet. De biztos van, hogy két nap múlva nem lesz nagy szél, és így azt a túrát is meg fogjuk tenni. Tehát a 2016-os túraszezonban már csak az az egy túra van hátra. Azt hiszem, hogy nagyon emlékezetes év volt, hiszen minden tervünket sikerült megvalósítani. Nagyon-nagyon sok szép helyre eljutottunk. Érdemes bele néznetek a Bakancslista 2016 Best of című videómba. Ott azért látni ezeket. És már elkészült a Bakancslista 2017 tervei című videóm. Így azt is láthatjátok, hogy jövőre merre szándékozunk majd elmenni. Hát ezek voltunk, és akkor mondom, egy túra még hátra van. Remélem valamennyire ez a kirándulás is élvezhető volt. Aki még nincs feliratkozva a csatornámra, azt tegye meg, hogy hát hadgyarapodjon a nézettségem legalább. Úgyhogy Isten veletek, barátaim, remélem jól szórakoztatok, akkor még találkozunk egy túrán ebbe az évben.